20 éves lettem, kérem tisztelettel. Szia, üdvözöllek, Petrik Balázs vagyok. Ha esetleg úgy nézed a videót, hogy még nem ismersz. De jó lenne még egyszer 20 évesnek lenni. De nem én lettem 20 éves, megmondom őszintén, hanem az az esemény, amit pontosan a mai napon, 1996. október 16-án történt, a Millet centenárium évében is, a Ki mit tud keretein belül. Ezen a napon kerültem be először a televízió képernyői elé, és hittel egy óriási dolog volt ez egy 18 éves fiatalember életében, ugye ma vagyok 38, lassan 39, jaj, de öreg vagyok, ugye nem nehéz kiszámolni, hogy 20 évvel idősebb lettem, hát mi változott a 20 év alatt? Hát nyilván a külsőm, kicsit megvastagodtam, megemberesedtem, sőt nem is kicsit, sokan állandóan ezen lovagolnak, hogy jaj, de nagy hasad van, meg kövér van, de most nem akarok fölállni és mutogatni itt a hasamat. Jó, de 185 centi magas vagyok. De nem is ez a lényeg, hanem változik az ember. Változik itt belül is, kívül is, a világhoz való hozzáállásom az természetesen megváltozott, nagyon-nagyon megváltozott, de viszont egy dolog nem változott. A jó kedvem az mindig megvan. Jó, hát amikor rossz napja van az embernek, akkor is azért igyekszik jókedvű maradni, de nem könnyű. De ez a bohémság, ez a mai napig megmaradt. Ez a szenvedély, enélkül nem lehet csinálni. Se a zenélés, se a parodizálást, más, semmit az életben. Semmit az életben nem lehet csinálni szenvedély nélkül. Szokták azt mondani, hogy inkább az ember a szenvedélyétől haljon meg, mint hogy a szenvedély haljon meg az emberben. Ez nem egy aranyköpés ember. Hát dehogy nem. Mi történt a 20 év alatt? Ugye elindultam ezen a tehetségkutatón, aki mit tudom, ami azóta sincsen, amit hiányolok. Itt szerintem más ember is hiányolja. Hát miért van az M3-as csatorna a televízióban? Ez a retro csatorna, amit én nagyon kedvelek, hogy van. És nagyon örülök, hogy van, mert kicsit úgy visszamegyünk a régi dolgokba, régi, hogy milyen tévéműsorok voltak akkor, és hogyha van egy kis kontraszt, egy összehasonlítás. Jó, most nem akarom azokat megsérteni, távol álljon tőlem, akik a mai tévéműsorokat szeretik. Jó, tiszteletbe tartom. Én nem akarok senkit megsérteni, de én nem tudom olyan szemmel nézni a mai tévéműsorokat, mint az akkoriakat. De nem is erről szól a mai bejegyzésem, hanem arról, hogy mi történt a 20 év alatt. Mire vagyok büszke? Arra vagyok büszke, hogy nagyon-nagyon sok művész, hangsúlyozom, művész ember közelébe kerülhettem. Nem celebek közelébe. Van egy kis árnyalatli ennyi különbség. A celeb az celeb, a művész ember meg művész ember. Tetszik tudni? De hogy mitől művész valaki, azt most ebben a videóban nem tudom elmondani. Mitől művész? Figyelj, azt te magad döntsd el, hogy mitől művész valaki, és mitől nem. Nekem azt mondta egy ismerősöm, hogy amíg én olyan dolgot tudok csinálni, amit más nem tud lemásolni, én attól vagyok művész. Hát nagyon szépen köszönöm. Fábri Sándornak is nagyon szépen köszönöm, hogy engem hangfenoménnak elnevezett, és kérném tisztelettel, a Petriknek készül igen egy 70 paródiás lemeze, hamarosan el fog készülni, amit majd meg is lehet vásárolni. Jól mondom, Balázs? Sanyikám, igen, készülőben van ez a 70 paródiás hanganyag, amit lehet, hogy ide az internetre is fel fogok tolni, tölteni, hogy halljátok minél többen, de nyilván egy hanghordozó is fog róla készülni. Ha mód van rá, akkor ki fogom még adni is. Jó, nem mindenkinek tetszik ez a műfaj. Megoszt embereket. Jó, nem olyan, mint a politika, mert az tényleg megosztja az embereket. De valaki nem érti, de én úgy vettem észre a 20 év alatt, hogy ti értékelitek azt, amit én csinálok. Jó, valakinek nem tetszik, hogy kikarikírozom a kedvenc énekesének a hangját, mert nekem énekes paródiáim vannak. Politikai paródiák azok nincsenek, jó? Politikusokat hagyjuk meg valaki másnak, a mai stand-up comedy-s embereknek, ugye, amit a Hofi bácsi csinált, a mi tiszteletreméltó Hofi Gézánk, ő csinálta a politikai kabarét. Jó,
Sas József is politizál, Fábri Sándor is, de ő tudta ezt mesterien csinálni. Higgyétek el, én nagy Hofi tisztelő vagyok, Hofi rajongó vagyok, ezt is észrevehettétek. De viszont egy dolgot vegyünk figyelembe, a politikai kabaré az múlandó. Főleg a mai érdekes politikai helyzetben. Úgyhogy én abban nem szeretnék belefolyni. Úgyhogy az én paródiáim társadalmi problémát feszegetnek, mindig is azt feszegették, azok mindig örök érvényűek maradnak. Akár az alkoholizmus, akár ilyen probléma, olyan probléma, amolyan probléma, az én apukám, aki ezeket a szövegeket írja, ő az ötletgazda, jó, valamikor én is kitalálok valamire, valakire egy paródiát. Azt is meg szokták kérdezni, hogy és engedélyt kell kérni azoktól, akiket parodizak. Hát nem feltétlenül azoktól kell engedélyt kérni, hanem azoktól, akik a... Van egy dal, egy közismert dal, amire ráhúzunk egy teljesen új szöveget. Na most van annak egy zeneszerzője, meg van egy szövegírója. Mind a kettőnek a hozzájárulását el kell kérni. Jó, van, amikor a szöveg és a zene egy szerzőtől származik, akkor az ő hozzájárulását kell megkérni. Ezt is végigjártuk, ezt a procedúrát is végigjártuk, tetszik tudni? Ez egy elég kemény, így is kemény procedúra volt, mert igen, van egy artisziusz, egy szerzői jogvédő hivatal, most még szükség van rájuk, mert mindenben nem menjünk bele, hogy majd miért nem lesz rájuk szükség, bár ez is azért megosztja az embereket, mert amíg az internetről le lehet tölteni bármit ingyen, addig minek a szerzői jog? Na minden, most nem is erről szól a mai bejegyzésem, arról, hogy 20 éves lettem, és büszke vagyok arra, hogy sok-sok emberrel összehozott, amíg nem említettem volna, Bódis János úr, Isten nyugtassa, sajnos már nincsen közöttünk, de őnek is volt köszönhető, hogy egy Ihos Józseffel, egy Horváth Csárlival, akkor egy neves humoristát mondjak, Éles Istvánékkal összehozott, Revicki Gáborral, aki az Üvegtiklisnek volt a Gaben főszereplője, egyik főszereplője, akkor az egész színész gárdával, akikkel az Uborka című műsorban felléphettem anno, de jó Isten, annak is már lassan 20 éve, hogy elkezdődött az Uborka. 1997-et írtunk, amikor megcsönnett a telefon. Haló! Haló! Nyilván akkor még nem volt mobiltelefonom. Haló, itt vagyok, hova kell menni? És akkor ide elmentem. Egy szinkron stúdióba. Jó, mindig más szinkron stúdióban volt ez a hangfelvétel, és én élveztem, és szerettem csinálni. Hogy Lórán Lenkének a közelebbi, ott Szuhai Balázssal találkozhattam. Nagyon-nagyon sok olyan művésszel egy szinkron stúdióba kerülhettem, ami nekem egy áldás volt. Hangsúlyozom, egy áldás. Tetszik tudni? Ezek a nagy dolgok, emberek. És hogy mi történt a 20 év alatt? Megtanultam jó néhány hangszeren muzsikálni, nem zenélni, muzsikálni, hegedülni, trombitálni, szakszofonozni, zongora, hogy az alaphangszer, terve van még a cimbalom, mert élvezem és szeretem csinálni. Mondhatja valaki azt erre, hogy az én apukám is megjegyezte, hogy elaprózod magad. Jó, lehet, hogy elaprózom magam, de én így vagyok boldog. Én így vagyok kerek. Én így vagyok bohém. Én így vagyok szenvedélyes. És köszönöm azoknak, akik a mai napig figyelik az én tevékenységemet. Hálás köszönetem nektek, tényleg. Nagyon. Én egy őszinte ember vagyok, hát ismerhettek, akik már ismernek, hogy én őszintén megmondom, ha valami tetszik, és ha valami nem tetszik. Én az irigyeknek is hálás vagyok, azoknak a gonosz és irigy embereknek. Hálás vagyok valahol, hogy valamire ráébresztettek, tudod? Arra, hogy van értelme ezt csinálni. Mert lesajnálják az embert, hogy jaj, hagyjad már. Csak olyan is volt. Az a végtelenül magába forduló negatív ember, aki már nem tud semminek se örülni az én saját szülővárosomban, amikor látott egy, nem voltam olyan jó formában, de már volt egy kis tütüke, egy kis pia benne, és akkor megjegyzést tett. És mondtam, figyelj, csináljál különbet, ha tudsz. Tehát nem tudsz, úgyhogy ilyen is volt, de én tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, akik a mai napig figyelemmel kíséretek az én munkásságomat, tevékenységemet. Belecsöppentem egy teljesen új világba is 6 évvel ezelőtt.
Azt is megosztom itt veled. Egy linken keresztül. Rákattinthatsz, hogy mivel... Jó, üzletember vagyok. Üzletember is. Mert a marketinget össze kell kötnöm ezzel a tevékenységgel, amit folytatok, mert nem árt, ha az ember több lábon áll. Most nehogy Isten, bármi történik a hangommal, ez a hang nem mindig örök érvényű, bár nem festjük az ördögöt a falra. 80 éves koromig legyen ilyen hangom. Lehet, hogy nem lesz, de figyelj, amíg az ember örömmel tud valamit csinálni, addig boldog. És ez legyen a végszó. Köszönöm a mai figyelmedet, úgyhogy 20 éves lettem. Régen volt, szép volt, jó volt. Megosztok ide több videót is nagy-nagy szeretettel a blogbejegyzésemben, hogy lásd, hogy mi történt a 20 év alatt, és még fogok hozni ám tévés felvételeket, megígérem, csak ahhoz idő kell összeszedni azokon a régi VHS kazettákon, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan várják. Ennek a Kimit tudnak is volt egy értékelése, és azt is fel fogom ide tölteni, hogy szavaztak rám szegfűkkel, és hogy milyen mezőny volt, hogy almát a körtével hasonlítottak össze, hogy jó, volt egy páros, egy Békés Csabai páros, ők voltak a Kőrösi Csoma produkció. Még egyszer kimondom, mert elhadartam. A Kőrösi Csoma Sándor produkció. Ez volt a nevetek, nem? Kedves Marcikám és kedves Alex. Titeket is szeretettel üdvözöllek, hogyha látjátok ezt a videót, mert igenis együtt csináltuk, meg volt egy fiatal hölgy Szlovákiából, aki viszont mesét mondott, és ő valahogy nem tartozott ide közénk. Ő nem parodizált, ő az egyéb kategóriába volt benne, mint mesemondó. És akkor ő tovább jutott, de szerintem a középdöntőben már kiesett, és nem is tudom, kik nyerték meg az egyéb kategóriát. Azt hiszem, volt egy ilyen kötélugró csoport, de nem akarok hülyeséget mondani. Kötél, ilyen ugró köteles leányzók jöttek be az egyéb kategória mezőnyébe, és akkor úgy tudom, hogy ők nyerték meg. De javítsatok ki, ha tévednék. Innen is köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm azt a sok-sok szavazatot, a telefonos szavazatot, amit adtatok rám. Úgy tudom, hogy valami 100 000 szavazatot kaptam. Higgyétek el, ezek nagyon nagy dolgok. Úgyhogy köszönöm még egyszer a mai figyelmet. Éljen a 20 év, éljen a Ki mit tud, éljen a közönség. Szia!